lenne szívesek bekapcsolni a szavazói jövőjüket. Így indult a péntek délelőtt a Pécsi Városházán. Rendkívüli közgyűlést hívtak össze július 19-ére. Egyetlen napirendi pont szerepelt a képviselők előtt. Ugye volt egy olyan építési szabályozat módosítási körünk, ami a új minisztériumi törvény szerint, tehát ami építési minisztériumot érinti. Ha őszintén vagyunk, egyszer elakadt 6 ponttal. Ez a 6 pont most hétfőn kapott zöld lámpát, szóval így fogadom a minisztériumból. Ebből 5-öt tudtunk ide betenni, mert az egyiknél még vannak további egyeztetések. És az 5 pontból egynél elvileg megvárhattuk volna, illetve egyet kívül megvárhattuk volna a szeptemberi közgyűlést, de egy esetében az a döntés született az irányító hatóságnak, aki uniós pénzt nyújtott a nagy beruházáshoz a délipari parkban, ez úgynevezett üvegkapcsarnok, tehát magyarul, hogy az üveghulladékból állítanak elő szigetelés célú projektet, hogy július 31-ig, ha nem kapja meg ezt a speciális besorolást az építési szabályzatban ez a csarnok, akkor elveszti a támogatását, amit nyert. Ezért kérték a képviselőket, hogy ezt a csomagot fogadják el. Ruzsa Csaba azt mondja, hogy ezeket a módosításokat csak így egyben lehet kezelni, ezért kellett több ponton a pécsi építési szabályzaton változtatni. A legfontosabb a déli ipari parkot érintette, ahol jelentős összeg múlott a döntés. Maga a pályázati támogatás, ugye, amit itt a cég elnyert, ez egy 1,5 milliárdos összeg, és ugye maga a csarnok használata is azért egy nagyon fontos rész volt, mert a város egy hosszú távú bérleti szerződésben már kiadta ezt az ingatlan, és ugye ez körülbelül most van július, azt hiszem május végi, június elejé minisztériumi levél, amiben ezt a pontosítást kéri a szabályzatban. Maga a döntés adminisztratív jellegű, más övezeti besorolásba kellett ezt az üzemcsarnokot tenni az építési szabályzat módosításával. A rendkívüli közgyűlésre 18 képviselő jött el, és a többség támogatta az előterjesztést. Így nem kell a 1,5 milliárdos támogatást visszafizetnie a pécsi cégnek.